Bősz Adrián, a szekszárdi borvidék elnöke épp azt mutatja, hogy egy egyszerű eszköz segítségével hogyan lehet ellenőrizni a pincék mustgáz telítettségét. A szüreti időszak kezdetén az esetleges tragédiák megelőzése érdekében nagyon fontos, hogy körültekintően menjenek le a boros pincékbe a gazdák, hiszen az erjedő múzs során felszabaduló széndioxid akár végzetes kimenetelű balesetek okozója is lehet. Hogy amikor megérkezünk a munkahelyre, akkor a legelső az, hogy kinyitjuk az ajtót, egy picit szellőztetünk, illetve nyilván kiriasztjuk. Riasztás után kinyitjuk az ajtó másik felét is, miután kicsit kimentünk a levegőre, és mi is úgymond friss levegőt szívtunk. És akkor a harmadik lépés az, hogy még mindig nem lehet bemenni a pincébe, hanem akkor elindítjuk, van egy ilyen külön nagy ventilátorunk. Minden évben szüret elején a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az együttműködő szervekkel egy sajtótájékoztató keretein belül hívja fel a figyelmet a mustgázmérgezés megelőzésének a fontosságára. Nem lehet elégszer elmondani, hiszen Magyarországon évente mintegy 50 alkalommal riasztják mustgázzal összefüggő esetekhez a tűzoltókat és a mentőket, és az esetek jelentős részében már nem lehet segíteni a bajba jutott emberen, mert nagyon gyorsan bekövetkezik az eszméletvesztés és beáll a halál. A kis családi gazdálkodók, a családi vállalkozások, családi pincészetekben figyeljünk oda magunkra és egymásra. Tehát itt a felelős gondolkodás az egyrésztről irányul arra, hogy én megtegyek mindent a magam védelme érdekébe, és odafigyeljek a szomszéd pincémre, odafigyeljek a Józsi bácsira, akiről tudom, hogy most reggel elment és átfejti majd a hordójából a mustot. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak. A mustgáz színtelen, szagtalan, a levegőnél nehezebb gáz, amit zárt helységekben az oxigént kiszorítva a föld közelében terül el, és fokozatosan telíti el a helységet, ezért célszerű széndioxid jelzőt felszerelni, vagy pedig egy előttünk tartott égő gyertyával lemenni a pincébe. Amint a gyertyalángja elalszik, tudjuk, hogy a levegő mustgázzal telített.